az életnek vannak pillanatai, amelyek azt bearanyozzák. A mai nap a lovastársadalom számára ez a nap. Az embernek a földi pályafutásán olyant kell tenni, amiről írnak. Olyant kell leírni, amit el is olvasnak. Olyan gondolatokat kell kimondani, amit idéznek. És olyant kell tenni, ami maradandó. Ákos Ajtony maradandót alkotott. Debreceni születésű és nagy ívű, eredményes földi futását megtette, és a legnagyobb dolog az, hogy itt a szülővárosában térheted vissza úgy, hogy az emléktábla a nevét örök életűvé tette. Egy dolog nagyot teljesíteni. Az megmarad esetleg a lovastársadalom, illetve azok emlékében, akik ismerték, vagy akiket érdekel a sporttörténelem. De ahhoz, hogy egy épített értéknek a névadója legyen, ahhoz kellett még valami. A Debreceni Lovas Akadémia létesítményének ilyen elnevezése mindenkinek a hozzáállását a lovaglás, lovas kultúrához való filozófiáját egyenes beteszi, erkölcsi és szakmai zsinórmértéket ad, mikor ránéz a táblára, és elolvassa mindazt, ami azon van. A Debreceni Egyetem utóbbi közel 17 évében azt gondolom, hogy a sporttal kapcsolatos küldetése elég egyértelműen látszik, és ebben elég egyértelműen látszik az is, ahol most vagyunk, a Lovas Akadémia, hogy nagyon fontos szerepet tört be. Vigyázzuk, óvjuk, fejlesztjük, és nagyon köszönjük mindazoknak a munkáját, akik ebben szerepet vállalva lehetővé teszik azt, hogy ilyen környezetben sportolhassanak, tanulhassanak az egyetemi hallgatók, hiszen ez a lovarda többes funkciót tölt be. Egyrészt ugye mindennapos szerepet vállal az oktatásban, a ménesgazdaképzésben, a lovasportszervező képzésben, mindennapos szerepet vállal a sportolásban, az egyéni lovasok hobbi tevékenységében, és most már a mai naptól egy debreceni illetőségű, debreceni születésű, Debrecenből indult lovas nevét viselve nem csak Lovas Akadémia, hanem Ákos Ajtony lovardaként fog a mindennapokban szerepelni. Azt gondolom, hogy a sport területén a lovasport ugye nem egy általános és nem egy olcsó sport, de az egyetemhez nagyon illik, és ugye Mihok professzor úrnak nagy szerepe volt abban, hogy ez a lovarda most már 20 éve a Debreceni Egyetemhez került, és az egyetem gondozásában azt hiszem, hogy az utóbbi 10 évben rendkívüli fejlődést tudott mutatni, az egyetem pedig eddig is hozzátette azt, amit tudott, és így a modellváltás követően azt tudom mondani a következő évekre, és ígérni is, hogy ezután is hozzá fogjuk tenni azt, amit a működéshez, a fejlődéshez szükséges, és az országos hírű és nemzetközi hírű olimpián edzőként is részt vett a lovasportban és az öttusasportban is ismert Ákos Ajtony nevéhez méltó legyen. A Magyar Lovasport Szövetség 1924-ben alakult. Ezután sok korban, sok helyzetben élte meg mindennapjait. A háború előtti időszaknak minden Otto Platti József, a 60-as, 70-es, 80-as évek igazi ikonja Ákos Ajtony volt. Mint versenyző, azt kell mondjam, legyőzhetetlen volt. Mindig győzni akart, mindig első akart lenni, és a tanítványaiban is ezt akarta továbbvinni. Minden bajnokságra, de minden egyes versenyszámra úgy készítette a lovait, lovasait,
hogy ott az első helyre van szükség. Első helyre, első helyet kell megszerezni. Ákos Ajtony mindenképpen egy példa a jelenkor számára. Köszönettel tartozom a Debreceni Egyetemnek, hogy ezt itt megvalósíthatjuk, külön Mihok professzor úrnak, hiszen ez egy nagyon szép gondolat, és ezzel átmentjük Ákos Ajtony nevét, szellemiségét az utókor számára. És ez egy nagyon fontos küldetés, és ezúttal is nagyon köszönöm nekik. Ákos Ajtony, ahogy hallottuk, itt kezdte pályafutását, és most ide visszaugrathatott. Azt gondolom, a Magyar Lovasz Szövetségnek nincs nehéz dolga, hiszen Ákos Ajtony lekövezett egy utat, mi ezen megyünk tovább.